175 éve született és 145 éve koronázták magyar királynévá Erzsébetet, Ferenc József feleségét. Sziszi, azaz Erzsébet királyné ma is legenda. A Sziszi kultusz még élete során kialakult, de halála után is nők ezrei tekintették és tekintik máig példaképüknek a gyönyörű magyar királynét. A Hajdúszoboszlón élő kordásné Szász Melinda másfél évtizede ápolja nagy odaadással a Sziszi kultuszt. Csend, tiszta levegő, napfény. Mindig erre vágyott a magyarok szépséges királynéja Erzsébet. Kordásné Szász Melinda Sziszihez hasonlóan rajong a természetben való sétákért. De ne rohanjunk így előre, kezdjük az elején. Szerbusztok, fáradjatok beljebb! Történetünk szereplője Melinda, a környezetkutató ökológus végzettségű, hétköznapi életet élő fiatal anyuka. Jelenleg Gyesen van második gyermekével. Pillanatnyilag szinte minden percét lefoglalják a gyerekek. Felkelünk, megreggelizünk, aztán visszük a nagyobb gyereket óvodába, együtt elsétálunk a kicsivel, utána visszajövünk, főzünk a pici babával, alszik, délután pedig megyünk megint Annáért, és már el is telt egy nap, nagyon gyorsan eltelik. De azért néha belefér egy kis hobbi is ebbe a zsúfolt napirendbe. Melinda hobbija pedig igazán különleges, Erzsébet királyné rajongója. És mit foglal magába az, hogy rajongó? Szinte mindent. Például kislányának is szeretett volna egy Erzsébet korabeli babakocsit vásárolni. Olyanhoz nem jutott hozzá, így ezt a közel 100 éves babakocsit választotta helyette. Ezt a babakocsit arra az eseményre vettem, hogy nyáron, júliusban szerettem volna csinálni egy nemzetközi beöltözési találkozót. Attól lett volna nemzetközi, hogy nem csak magyar barátaink, hanem osztrákok is jelen lettek volna. Hát igazából nem. Végülis nem jött össze ez a találkozó, csak magyarok jöttek el, de nem adtam fel. Jövőre is megpróbálkozom vele, és az interneten mi egyébként tartjuk a kapcsolatot ezekkel az osztrákokkal is. Nekik is van egy csoportjuk, úgy hívják őket, hogy KUK csoport, Kaiser und Königliche, Ferenc József után, és a csoportvezetőivel szinte napi chat kapcsolatban vagyok, úgyhogy nagyon remélem, hogy jövőre ez a találkozó a távolság ellenére is létre fog jönni. De nem csak a babakocsi, a lakás számos pontján elhelyezett tárgyak is az Erzsébethez való kötődésről árulkodnak. A nappalit például ez a goblen kép díszíti. Itt a nappalinkban látható egy Erzsébet királyné portré. Erzsébetet a koronázási ruhában ábrázolja. Ezt a portrét személyesen nekem készítette férjemnek a édesanyja. Tavaly karácsonyra kaptam. Melinda szerencsésnek érzi magát, mert a koronázási ruha másolatát volt alkalma felpróbálni. De nem csak a koronázási ruhát, hanem más Sziszi viseletet is magára öltött már. Ez pedig egy másik Erzsébet ruha rekonstrukció, Erzsébetnek a fekete ruhája. Ez egy bársony ruha, ezt is akkor próbáltuk fel. Ezeket a ruhákat Cédli Mónika, gödöllői divattervezőnő készítette el. Melinda 15 éve ragadta meg az Erzsébet kultusz. Diana hercegnő halálakor ugyanis több párhuzamot vontak a magyar királyné és az angol hercegnő élete között. A fiatal lány pedig elbűvölte Sziszi természetes szépsége és lázadó természete. Elkezdett Erzsébetről szóló könyveket olvasni, majd a királyné költeményeit szerezte be. Egyik kedvenc versét nekünk is felolvasta. Búcsú a tengertől. Még egy pillantást hadd vetek rád, drága tengerem, aztán adjú, vagy au revoir, így is remélhetem? Szép, csendes, holdas éjszakán mondok búcsút neked. Elnézem messze csillogó, ezüstös testedet. Mikor fövénypartod felett végig simít a nap, már nem talál itt engemet. Gyors szárnyam elragad. Körötted majd lebeg tovább, fehér sirálysereg, s hogy egy hiányzik közülük, tán észre sem veszed. Ő mindig is egy szabadságszerető ember volt. Bezárták őt annak idején, mikor hozzáment Ferenc Józsefhez egy aranykalitkába. Ugye lakott a Schönbrunni kastélyban, Hofburgban, de sehol nem érezte magát otthon. Igazából az otthona a tenger volt. Nagyon szeretett mozogni, lovagolni. Sportszobát építetett magának a Hofburgban.
illetve később, mikor már reumás volt, nagy gyaloglásokat csinálta udvarhölgyeivel, és az udvarhölgyek sorra kidőltek mellőle, és úgy választott igazából magának udvarhölgyet is, hogy aki még bírja a tempót mellette. Azért ezt a verset választottam, hogy a lelkét megismerjük egy kicsit Erzsébetnek. Melinda Sziszi Andrássy grófhoz fűződő kapcsolatáról is többet tud az átlagos embernél. Egyes könyvek azt mondják, hogy talán lehetett valami, hiszen akkor Erzsébet egy nagyon vonzó nő volt, ugye 30 éves korában koronázták meg magyar királynévá, szépsége teljében volt, míg Andrássy gróf is kimondottan vonzó férfinek számított, ő akkor 42 éves volt. Lehet, hogy lehetett valami, sőt azt is suttogták, hogy Mária Valéria, a negyedik gyermeke, esetleg Andrássy gróftól származik. A fiatal édesanyja minden gyűjt, ami Erzsébet királynéval kapcsolatos. Könyveket, szobrokat, legyezőket. Amikor fiatal házaspárként beköltöztek új házukba, először a Sziszíről készült képeket tették ki a falra. A fotókat pedig albumokban gyűjti. Ebben szobrok vannak, portrék, festmények, fényképek. Különféle nagyon szép alkotások. Próbáltam tematikusan összeállítani, tehát a koronázási ruhás portrék, azután, amikor már csak feketét hordott például, Rudolf halála után már csak feketét hordott Erzsébet királyné, gyászolta őt élete végéig, és igazából utána már óhajtotta is a halált, és mindig azt mondta, hogy a lelkem egy kicsi nyíláson röppenjen az égbe, és gyakorlatilag ez a vágya teljesült, hiszen egy olasz anarchista 1898. szeptemberében megszúrta, gyilkosság áldozata lett, és így halt meg, tehát ez a vágya teljesült. A hálószobában Sziszi ruháit vehettük szemügyre. Ezek a darabok természetesen nem eredetiek, hanem modern másai az egykori királyné ruha költeményeinek. Itt ezen a ágyon láthatóak az összes beöltözési ruháim. Ez a ruha például egy díszmagyar ruha, amihez annak idején is tartozott egy fátyol, egy kötény, egy kis szütyő, amiben a legyezőjüket is tarthatták, illetve a táncrendjüket a hölgyek, párta is van hozzá, illetve kesztyű. Ez a ruha már inkább egy nappali ruhának lehetne mondani, ez egy bordó, magyaros jellegű ruha. Ez a ruha az a ruha, amit a barátnőm készített nekem 2010-ben a Siófoki Fesztiválra. Ott mutattuk be először, és ennek a ruhának a mell része olyan, mint Erzsébetnek a koronázási ruhájának a mell része. Ez egyfajta tisztelgés számomra a királyné emléke előtt, illetve az anyaga egy hímzett organza, és lila színű, ami Erzsébet kedvenc színe volt. Ez a ruhához azt a kis kalapot is néha felszoktam venni, de ehhez is tartozik fátyol is, illetve kötény. Meg természetesen kiegészítők, legyező, kesztyű, kis szütyő. Ez pedig egy fekete ruha, igazából ennek az a különlegessége számomra, hogy a fekete színt is szerette Erzsébet királyné természetesen, és azon túl a felső része, a barátnőm készítette szintén, mint ezt a lila ruhát, és neki is van egy hasonló felső része, és tavaly ebben mentünk Bécsbe, illetve Badisülbe, Sziszi túrára, úgymond, a családjainkkal, és ebben a ruhában ért bennünket az a megtiszteltetés, hogy azt mondták, hogy ketten vagyunk egy Sziszi, CNC. Úgyhogy ez egy nagyon nagy bók volt, amikor beöltözünk, mindig érezzük az embereknek a szeretetét, és számomra ez a fontos, ezért csinálom. Oda jönnek hozzánk az emberek, megkérdezik, hogy miért vagyunk ott, velünk fotózkodnak, és mindig megdicsérnek bennünket, és ez nagyon jó érzés. Én ezért csinálom, és szeretném csinálni még jó sokáig. Ami pedig a kezemben van, ez egy muff, ezt pedig télen használták a hölgyek, hogy ne fázzanak kezük, és így viselték. Ezeket a ruhákat viseli Melinda a különféle Erzsébettel kapcsolatos rendezvényeken. Beöltözni nem csak magáncélra szoktunk, hanem rendezvényeken is. Tehát például a kastélyoknak a megnyitóján, vagy az Erzsébet királyné bálon, illetve ott, ahol szívesen látnak bennünket, is tudunk menni. Ahol színesíthetjük egy-egy eseménynek a hangulatát, de nagyon szívesen megyünk. Legkedvesebb ruhakölteményét a fiatal hölgy kedvünkért öltötte magára.
Én most Erzsébet királynénak az 1867-es koronázási ruhájának egy újra gondolt változatát viselem, és úgy érzem magam, mintha én is visszacsöppentem volna egy kicsit a múltba ezáltal. És most gyertek, megkínálok benneteket egy finom Erzsébet teával. Kérlek, kóstold meg ezt a finom Erzsébet teát, amelynek egyik összetevője a narancsvirág, hibiszkusz, ibolya, fahéj, amelyek kedvenc fűszerei voltak Erzsébet királynénak. A különleges ízű tea után Melinda tovább mesélt. Elmondta, hogy hobbiát a családtagok is támogatják. Férjére mindenben számíthat. A párom is nagyon szereti a hobbimat, sőt támogatja is. Ő szokott engem elszállítani Gödöllőre, illetve Budapestre is a különféle szűzési rendezvényekre. Nagyon sok barátságot is szereztem már ezáltal a hobbi által. A gyönyörű őszi napsütés a Sisi rajongót kicsalogatta a természetbe. Ahogy elnéztem a kertben sétáló nőt, Erzsébet királyné legendás alakja elevenedett meg előttem. Erzsébet királyné is nagyon szeretett a zöldben sétálni, ahogy én is. Vigyázott az alakjára, figyelt a bőrére, én is próbálok, és nagyon szeretnék egy kicsit ráhasonlítani. A korhű ruhájában, fonott hajkölteményével és napernyővel a kezében sétáló Melinda egy pillanatra úgy tűnt, mintha valóban Erzsébet királyné jelent volna meg előttünk.